Siamo gli orologi, una parola di soldi, altri particolari, del suo corpo, una concerta di orologi, non è più medesente, né caso, né caso, a tutti gli altri, mi sto dando un po' di tempo, Érdekes módon mind a két fiam nagyon tehetséges zenében, de nem igazán szeretik a klasszikus zenét. I have an idea, Mr. Varnus. We leave you at the church and you can play organ and we come back in an hour and I find a beach with the car. No. I need a car. For what? I have to go to somewhere. Yeah, that is so good. You got a boat over there full of beaches. Beautiful German beaches, maybe Swiss as well, not too sure, but it's okay. We are at the lake. And we got the duckies too. Very good. That is so good. Nicholas, akinek elég jelentős kapcsolata van a színészettel, mert annak idején a Harry Potter második részében ő volt az egyik gyerekszereplő, ő volt Harry Potter osztálytársa. Azt hiszem, egy élete megfertőződött a kamerával, és mintaféle modern fiatalember elsősorban is a technozene nagy rajongója. Daniel visszafogottabb nála, ő gyűlöli a kamerákat. Azt hiszem, hogy a fényképezőgépnek ő klasszikusan a másik oldalán szeret csak állni. Ő viszont különösen jól gitározik. Ha mindketten Európában vannak, akkor gyakran szoktunk együtt kirándulni, és pont egy ilyen kirándulásnak volt egyszer a gyümölcse, hogy fönt a francia Alpokban megismertem a világ egyik legkülönösebb, legszebb orgonáját. Alp dühezben, amely táj oly valószerűtlenül szép. Ott van a világ legmagasabban fekvő katolikus temploma. Ezt a templomot Chagall festette ki annak idején 1968-ban, és a templomban lévő orgona kézformájú, Isten kezét szimbolizálja. Amikor fölmentem a fiaimmal oda kirándulni, és ránéztem erre a meseszerű tájra, elhatároztam, hogy magyar gyerekeket fogok oda felvinni. Az a páratlan élmény, amit ott láttam fönt a hegy tetejéről, ahogy kiléptem ebből a templomból, nem lehetett csak a sajátom. Elhatároztam, hogy felviszek oda magyarországi kisiskolásokat, akik kórusban karácsonyi énekeket fognak énekelni. Fölvittem őket karácsony előtt, 3 napra beköltöztünk a templomba, karácsonyi énekeket énekeltek, és ebből készült számomra minden idők egyik legtündérűbb karácsonyi tévéműsora.